Sziasztok, Keresz Ferenc vagyok, Logminnél dolgozom most már 2 éve. A Joini terméken vagyok Engineering Manager. A feladatom az, hogy koordináljam a mérnök csapatot a Joinin belül, különös tekintettel a webes csapatokra. Most arról fogok beszélni, milyen kihívások rejlenek az elosztott rendszerekben. Ezek tipikusan olyan problémák, amikkel nem találkozunk az iskolapadban, mindenki akkor fog velük szembesülni, amikor ezek előjönnek, és általában éles helyzetben fognak ezek előjönni. Egy példán szeretném ezt levezetni, hogy mik lehetnek ezek. Egy ilyen példa a tranziens hiba és a tranziens hibáknak a kezelése. Amikor alkalmazást kezdünk el fejleszteni és tanuljuk ezt a folyamatot, ott mindig szinte készen kapjuk a rendszereket, az adatbázis szerver ugyanott fut, ahol a webszerver, nincsen kettő között semmilyen latency, ugyanolyan gyorsan, akár valós időben el tudjuk érni az adatbázisainkat. Viszont amikor egy elosztott rendszert tervezünk, fel kell arra készülni, hogy ezek akár több kontinensen elszórva találhatóak, megbízhatatlan alattuk a hálózat, és igen, hibázni is tud. Akármi miatt, például a router éppen elromlik, éppen át kell valamit valahova irányítani, vagy valaki markolóval elvágja a kábelt, ezekre mind fel kell készülnünk egy elosztott rendszer üzemeltetésénél. A tranziens hibák alatt az elmúló hibákat értjük, amik azt jelentik, hogy ezek idővel el fognak múlni értelemszerűen. Lehet egy ilyen, hogyha valaki éppen rossz kontinensre megy és át kell dobni őt egy másikra, vagy akár lehet egy teljes szerver átirányítás, ami azt jelenti, hogy éppen konkrétan egy teljes adatközpont meghalt, és egy másikba kell küldeni a kéréseinket. Ezeknél a tranziens hibáknál nyugodtan használhatjuk a retry, az úgynevezett újrapróbálkozási stratégiát, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül először, megpróbáljuk még egyszer. Rettenetesen egyszerűen hangzik, de amúgy gyakorlatban ezt kivitelezni hatékonyan egyáltalán nem az. Milyen problémák lehetnek ezzel? Ugye értelemszerűen a hívás tulajdonságától függően meg kell vizsgálnunk azt, hogy újra próbálhatjuk-e egyáltalán azt a hívást, vagy egyáltalán kell nekünk az az adat, hogy próbálkozzunk-e folyamatosan meghívni egy adott végpontot, vagy akár az adatbázis szerverünket. Nem biztos, hogy mindig igen a válasz, például van, amikor egyáltalán nem érdemes ezzel próbálkozni, és akkor az egész kérést is eldobhatjuk, és a felhasználónak pedig dobhatunk egy hiba üzenetet, mert hát olyan éppen aktuálisan olyan munkafolyamatban van, ami számára sem, számunkra sem fontos. Viszont, hogyha nekünk az adat fontos, érdemes azon elgondolkoznunk és eltöltenünk egy kis időt, hogy milyen stratégiát választunk ennek a megoldására. Mikor meghatározunk egy ilyen stratégiát, értelemszerűen meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi kapcsolódik és mihez. Egy szerver-to-szerver kommunikáció, ami azt jelenti, hogy szerver a szerverrel kommunikál, teljesen más retry stratégiát kell, ott értelemszerűen teljesen más időintervallumokat és teljesen más újrapróbálkozási számokat fogunk megadni, mint mondjuk egy kliens a szerverhez kapcsolódónál. Szerver-to-szerver kapcsolatnál általánosságban elmondható, hogy egy hálózaton van a két szerver, a hálózat állapotáról folyamatosan kapunk információt és tudjuk, hogyha valami probléma van. Az ilyen átmeneti kis zűrökről, amiről éppen szó van, ezekről általában nem kapunk, de nem szükséges egy annyira robosztus újrapróbálkozási stratégiát kialakítanunk, mint mondjuk, ha valaki interneten keresztül küldi az adatjait. A szerver-to-szerver kommunikációnál is, hogyha próbálkozunk, 3 próbálkozás után nem biztos, hogy a 4. is el kell ülnünk, vagy az 5. is el kell ülnünk, mert valószínűsíthetően, hogyha 3-szor már nem tudtuk elérni a szervert, akkor már a 4. se fog menni, nyugodtan dobhatunk egy hiba üzenetet a felhasználónak. Ezekről a hibákról egy belső hálózaton általában hamarabb értesülünk a hálózat állapotáról, viszont mivel tranziens hiba, nem biztos, hogy teljes adatközpontot érint, vagy teljes hálózatot érint, lehet, hogy éppen csak az egyik routerünk rossz irányba küldte az egyik csomagot a kérésben, és innentől kezdve az a kérés az már teljesen bukott. Viszont érdemes azon elgondolkoznunk, hogy ezek az újrapróbálkozások milyen számosságúak, hogyha rengeteg kliensünk és rengeteg szerverünk próbál folyamatosan újrapróbálkozni, ami azt jelenti, hogy a 2 időintervallum között túl kevés idő telik el, tehát esélye sincsen a célrendszernek helyreállni, könnyen olyan problémákat idézhetünk elő, ami például egy denial of service támadáshoz hasonlít, ami azt jelenti, hogy rengeteg kliens rengeteg csomagot küld egy adott szerviznek, ami pedig még ha helyre is áll, akkor sem fogja tudni bírni a terhelést, és innentől fogva ugyanott vagyunk, mint ahonnan elindultunk. Úgyhogy érdemes ezeket a problémákat nagyon átrágni, és egy olyan kilépési feltételt adni, ami vállalható, tartható a felhasználó számára, a számunkra is, és a hálózatunk tulajdonságainak is megfelel. Ezeket a mérőszámokat circuit breakernek hívjuk, ami azt jelenti, hogy ilyen kiugrási feltétel konkrétan. A kilépési feltételek meghatározásán 3 dolgot kell fontolóra vennünk. Az első az, hogy elbukunk-e csendesen, vagy nem? Szükségünk van-e arra az adatra, tudjuk-e folytatni a munkamenetet az nélkül? A második az, hogy
olyan gyorsan bukjunk el, amilyen gyorsan tudunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ha 3 próbálkozásból nem sikerült elérni a szervert, és valószínűleg a 4. sem fog menni, akkor inkább dobjuk az egész kérést, és nézzük meg a monitoring rendszerünket, logoljunk egy hibát, értesítsük a DevOps-ot, tehát az üzemeltetést, hogy itt valami komolyabb probléma van. A következő pedig a 3., és talán ez a legfontosabb, hogy milyen fallback mechanizmusunk van az egészre, hogyha egy hívás nem sikerül, hol lenne érdemes, hogyha nem itt, hol lenne érdemes ezzel újra próbálkozni. A server-to-server kommunikációtól kicsit eltérő, amikor client-to-server kommunikáció, tehát a klienseink kapcsolódnak a szerverhez. Ez egy weboldal esetén nagyon egyszerű, mert csak annyit csinálunk, hogy nyomunk egy F5-öt, hogyha valami probléma van, és az egész rendszer teljesen újra fog indulni, és az elejétől fogja kezdeni az oldal letöltést. Viszont olyan vastag kliens alkalmazásoknál, amilyen például a Join.me is, oda kell ezekre figyelni, rengeteg kliensünk van letelepítve, hogyha ott rosszul vannak beállítva az újrapróbálkozási stratégiák, nagyon könnyen problémát idézhetünk elő a saját hálózatunkon. Érdemes megfontolóra venni azt, hogy egy ilyen exponenciális stratégiát választunk, ami azt jelenti, hogy idővel az az idő, amivel újra próbálkozunk, folyamatosan nő exponenciálisan. Értelemszerűen a vége az az lesz, hogy nagyon ritkán fog ez a kliens próbálkozni, de ez nem probléma, ezáltal a saját hálózatunkon belül sem fogunk előidézni problémát, mégis hogyha helyreáll, akkor arról tudomást fognak szerezni előbb-utóbb a klienseink is. Elosztott rendszerek esetén használhatunk még buszokat és queue-kat, amik arra szolgálnak, hogy ezeket a csomagokat, ezeket a kéréseket biztosan át tudják vinni egyik szervertől a másik szerverig. Ezeknek a csomagoknak, kéréseknek az állapotáról folyamatosan van egy jelentésünk, után tudjuk őket követni, és biztos, hogy nem fognak elveszni. Ezzel megspóroljuk az újrapróbálkozási stratégiát, viszont bevonunk még egy olyan infrastruktúrális elemet, amit üzemeltetni kell, karban kell tartani, és le kell implementálni, ami nem egy utolsó szempont. Mint ahogy sok más esetben is, azt tartom fontosnak, hogy leüljünk és átgondoljuk, hogy ez egyáltalán probléma-e nálunk, ez a probléma jelentkezik-e nálunk. Hogyha igen, ez nagyon könnyen tudunk róla értesülni, le tudjuk logolni a hibákat, és meg tudjuk ezeknek az okát állapítani. Akkor kezdjünk el egy újrapróbálkozási stratégia kivitelezésébe, hogyha erre szükség van. Ne növeljük az alkalmazásunknak a komplexitását, mivel minden leírt kódsor egy plusz karbantartási költséget ró a fejlesztőkre. Viszont, hogyha ezt nekiállunk implementálni, akkor mindig vizsgáljuk meg az adott munkafolyamatot, az adott kommunikációt, és az adott kommunikációhoz tartozó elvárásainkat. Mi az a szintű robosztusság, amit elvárunk attól a munkafolyamattól, és mi az, amit el tudunk várni a saját hálózatunktól is például.